A kiállítás koncepciója tulajdonképpen a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Magyar és közép-kelet-európai művészeket hívtuk meg ebbe a projektbe, hogy itt a régión belül át tudjuk tekinteni, hogy mik azok a művészi vívmányok, mik azok a művészi elképzelések, amik ezeket a témákat próbálják közelebb hozni a látogatók számára. Slow Life, a lassú élet a címe. Itt olyan tevékenységeket próbáltunk összerakni, amik a lassúsággal foglalkoznak. Ez az érdekes abban a kiállításban, hogy amikor ezt a koncepciót kitaláltunk, akkor nem is gondolhattunk volna, hogy nem sokára jön a járvány. Ez a lassúság, amit így elképzeltünk, amit akartunk bemutatni a kiállításon a műveken keresztül, ez valami majdnem spirituális volt. Aztán hirtelenül megjött a járvány, és megtaláltunk magunkat egy olyan helyzetben, ahol mindannyiunk kényszerítve voltunk arra, hogy lassítsuk meg. Itt mögöttünk Kaszás Tamás és Lóriánt Anikó, az Ex Artist Collective művészcsoport Inségeledelek című munkája látható. Ez egy kicsit a jövőbe mutató műtárgy. A művészek elképzelése az volt, hogy egy olyan pavilont, egy olyan tudástárat szeretnének létrehozni, ahol a különféle ínséges helyzetekben felhasználható növényeket, illetve ezeket a tápanyagokat találja meg a látogató. Különféle földrajzi régiókban, ahol egyre inkább fenyeget a vízhiány vagy a klímaváltozás, elképzelhető, hogy ott lassan ilyen ínségeledelekre bizony át kell térni majd. Installációmnak a címe az Rise Set, Victory of the Sun, azaz a nap győzelme, egy személyes élményből indul, ami Törökországban történt még évekkel ezelőtt, ahol kecskepásztor voltam. Az itt látható képek egy ilyen helyszínen készült, ahol egy kihalt faluba élesztették újjá a fiatalok a termelést, és igazából magát az egész életet is. A folyamatos napfelkelte és naplemente, ami ezt a hát viszonylag ilyen idillinek tűnő hát életmódot fogja közre. Ennek a pillanatképeit láthatjuk. Nagyrészt a munka az ennek a közösségnek az életét követi végig, illetve arról is szó, hogy hogyan lehet ezt fotográfusként valahogy bemutatni, feldolgozni, van-e értelme napjainkban a dokumentarista fényképezésnek. Az Ophelia él egy vers meditáció, ami visszatereli az emberi elmét a testbe. Ebben a vers meditációban a befogadó úgy vehet részt, hogy a saját testérzeteit, testi hangjait és zörejeit beépíti úgymond a műbe. Magában a versben is megjelenik a felgyorsult élet, a folyamatos órakattogás és a koffein, meg az, hogy folyamatosan pörgünk. Ezt így közelíteném meg, hogy vissza tudjunk lassulni ebből a digitális felgyorsult világból, ahhoz a realitáshoz, ahhoz az anyagi realitáshoz, ami valójában a biológiai életet jelenti. Rengeteg olyan képzőművész létezik, aki a saját munkásságán belül foglalkozik globális kérdésekkel, vagy kifejezetten azokon belül a felgyorsult időhöz való hozzáállásokkal, vagy akár saját maga, saját életformája kapcsolódik ilyenhez, eszképista nézetet képvisel, vagy pedig megfogalmaz valamit, illetve olyan munkákat is kerestünk, amelyek rámutatnak, felmutatnak ilyen kérdéseket vagy problémákat, adott esetben válaszokat is kínálnak rá, vagy alternatívákat. Az is már egy jó lépés, ha valaki egy fokkal tudatosabb lesz ezek után, és talán elkezd szelektíven gyűjteni majd hulladékot vagy szemetet, de a kiállításnak nem csak ilyen ökológiai szempontból van, azt gondolom, jelentősége. Ha egyetlen egy ember elgondolkodik, azt szoktuk mondani, akkor már jól jártunk a kiállítás létrehozásával.